Mindenkinek sziasztok újra itt a csatornán. Ma egy olyan videóval jelentkezek, amiről azt hittem, hogy nem fogom megcsinálni, de tényleg. Eléggé fel van turbózva mostanában az életem, ugye az átlagos 150 fordulatból lett ilyen 250, de nem baj. Mindegy. Viszont tavaly, amikor volt a Reading Rush, és ugye több magyar is megcsinálta, és több külföld is, én is ott pedzeggettem, hogy meg kéne próbálnom, de addigra már kb. Lemaradtam, tehát a felénél jártam. Úgyhogy gondolkoztam rajta, hogy idén megcsináljam-e vagy sem. Végül úgy döntöttem, hogy úgyszó neki vágjunk bele a 2020-as Reading Rush kihívásba. Ennek a kihívásnak röviden ugye az a lényege, hogy egy hét alatt, hét nap alatt 7 könyvet kell elolvasnod, különböző tematika alapján, ugye megvannak adva, hogy a hét minden napján a milyen könyvet kéne. Igazából mondjuk nem feltétlen muszáj mind a 7 könyvet elolvasni, lehet ezeket vegyíteni, lehet csak egyet elolvasni, de abban mind megfeleljen, tehát több opciója van ennek igazából. Én úgy vagyok vele, hogy megpróbálom mind a hetet, mind a 7 kategóriához, aztán majd kiderül, hogy mennyit tudtam elolvasni, de úgy döntöttem, hogy idén belevágok. Szóval már is megmutatom a Reading Rush-nak az oldalát, és hogy mi alapján kell könyveket választani a 7-7 napjára, aztán pedig jöjjenek a könyvek, amiket választottam. És tudom, hogy ez hétvégén fog felkerülni ez a videó, tehát ez azt jelenti, hogy hétfőn már kezdődik is, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek. A smink nélküli hétért előre is bocsánat, mert eléggé be van gyulladva a szemem, és hát lehet, hogy egy kicsit ez is gátolni fog majd az olvasásba, de nem hiszem. Minden esetre semmiféle smink nincs mostanság rajtam, mert hát na, akinek volt kötőhártya gyulladása, tudja. Fáj. Nem jó. Na mindegy, nem ez a lényeg, vágjunk bele! Szóval ugye itt vagyunk a Reading Rush-nak az oldalán, és 20-től 26-ig tart, ez ugye a jövő hét, és akkor itt van igazából az a hét tétel, ami alapján könyvet kell választani ugye a 7-7 napjára, és mindjárt nézzük is, hogy én miket találtam hozzá. Az első ugye az, hogy olvasunk el egy olyan könyvet, ami a születési hónapunknak a követ, tehát a születési követ színében olvassa le egy könyvet. Na most, az én problémám az, hogy a születési hónapomban 2 kő is van, amiben én olvashatok. Az egyik az az Aquamarine lenne, tehát egy ilyen nagyon-nagyon rikító kék borítójú könyvről lenne szó. A másik pedig az Opál, ami hát számomra egy ilyen nagyon csillogó, filteres, világos kőt jelöl. Na most, mivel Aquamarine-t nem igazán találtam, ezért úgy döntöttem, hogy a másik kő csillogására fogok menni, és a Szikrát választottam Zakály Vikitől. Na most ez annyira nem látszik, de ez irdatlanul csillog. Próbálom mutatni, hogy ez valójában nagyon-nagyon... Ott, na most egy kicsit látszik, hogy ez nagyon csillog. Szóval én ezt a könyvet választottam hozzá. Második kérdés, olvasol egy könyvet, ami dövel, tehát aval vagy azzal kezdődik ebben az esetben. Na ehhez a kategóriához én egy icipicit csalok, ugyanis ehhez a lélekdokit választottam. Igazából ebből elolvastam 20 oldalt, de aztán nagyon nem olvastam semmit belőle. Tehát gondolom, az a 20 oldal nem ér. Úgyhogy ide mindenképpen a lélekdokit választottam. Harmadik, olvasol egy olyan könyvet, amit egy film inspirált, tehát a film inspirált arra téged, hogy elolvasd a könyvet. Ehhez a kategóriához egy végnyap könyvet választottam, Carrie Fishernek a naplóját, tehát a hercegnő naplóját. Ezt régen elkezdtem, de nagyon-nagyon nem fejeztem be, és hát legalább 2 éve hozzá se nyúltam ehhez a könyvhöz, úgyhogy ezt szeretném elolvasni és befejezni, és hát mi más tudnék ehhez mondani, mint a Star Wars-t. Negyedik, olvassal egy könyvet, amit először megérintesz. Hát ez szerintem tök random. Ehhez a negyedikhez igazából én összegyűjtöttem azokat a könyveket, amiket még nem olvastam. Na most, itt van egy jó pár kötet mindenféle műfajból, és azért, hogy csavarjunk még egy kicsit a dolgon, és hogy én ne lássam, hogy melyik könyv az, amit választanak nekem, ezért párom fogja összekavarni a köteteket, és én majd választok egyet.
Tudod el a könyveimet. Rossz hangokat hallok. Okay. Kész. Valami jót kell. Na jó, ez lesz. Ujjaj, ez nem lesz. Ez lesz. Ez nem tudom mi. Utas és hagyvilág! Jó! Úristen. Oké. Okay. Oké, okay, szóval ez is szerint a következő tétel, a Szerb Antalnak az Utas és Holdvilág című kötet lesz. Szia, Zafira! Szia! Te is olvasol? Szóval, ötödik egy könyv, amit teljesen házon kívül fogsz olvasni. Bevallom, talán ide volt a legegyszerűbb könyvet választani, ez Fábián Jankának a Rosmarin, vagyis nem, nincs a, szóval Rosmarin című kötete. Ez egy nagyon-nagyon vékony kötet, de ez pont elég lesz arra, hogy a munkahelyemen szünetbe, ebédszünetbe megpróbáljam kiolvasni. Hatodik, olvass el egy olyan könyvet, ami egy olyan témában, amiről mindig többet akartál tudni. Tehát olvasunk egy olyan könyvet, egy olyan műfajban, amiről mindig többet akartunk tudni, vagy többet akartunk abból a műfajból olvasni. Ez érdekes lesz, tehát nem biztos, hogy van ilyen. Szuli. Egy alvó cica. Egyébként lehet, még nem mutattam YouTube-on, ő Szuli. Ne téveszem meg senkit, nem valami, mit tudom én, török neve van, csak egyszerűen királynak nevezni nem igazán jó dolog, se császár, se herceg, se semmi ilyesmi, de olyan fenséges kinézete van, hogyha kinyitja a szemét és nem alszik. Úgyhogy szultán lett a neve, teljesen illik rá a szultán név, úgyhogy Szuli. Ehhez a kategóriához igazából gondolkodtam azon, hogy valami egészséges életmóddal kapcsolatos könyvet fogok választani, szuper élelmiszerekről, meg ilyenekről, de úgy voltam vele, hogy nem biztos, hogy a szakácskönyv egy Reading Rush-ba megfelelő lenne, úgyhogy végül ezt a kötetet választottam, ez pedig egy kisállatrendelő hétköznapjai. Nem igazán sokat tudok erről a témáról, a macskáim előtt más háziállatom nem is volt, macskáim azok ugye voltak, vannak, és igazából egy kicsit azért tudatlannak érzem magam, hogy egy hörcsög, meg egy kutya, meg egy krokodil, meg mit tudom én, jó, a krokodil az nem háziállat, na, erről beszélek, szóval, igen. Hiányosságaim érzetében ezt a könyvet választottam végül, de a macskákról mindent tudok, főleg a perzsa macskákról. Már elérkeztünk a hetedik, utolsó tételhez, hát kíváncsi vagyok, ideig eljutok-e jövő héten. Szóval akkor olvasunk el egy olyan könyvet, ami különböző kontinensen van, mint ahol ezt. Ja, hogy akkor olvasunk el egy olyan könyvet, ami egy másik kontinensen játszódik, mint ahol élsz. Hát szerintem ez egyszerű lesz. Bevallom, talán mégse volt olyan egyszerű, ugyanis ehhez a tételhez én rögtön az Alice hálózatát akartam választani, de az kiderült, hogy ugye Németországban, Franciaországban és Londonban is játszódik, és hát azért Németország eléggé Európa, tehát ez elég rossz választás lett volna. Úgyhogy végül Evelyn hét férjét választottam, amit amúgy is nagyon szerettem volna már régóta elolvasni, és ez Amerikában játszódik, hát legalábbis, hogy jól tudom, több helyen, de tuti, hogy New York-kal kezdődik. New York Amerikában, Amerika meg totál más kontinens, úgyhogy szerintem ez ehhez tökéletes lesz. És azt nézem, hogy ez megint egy jó vaskalt kötet, de minden esetre ezt választottam. És akkor itt van ez a hét kötet, amivel belevágok a Reading Rush kihívásba. Nagyon-nagyon-nagyon kíváncsian és izgatottan várom a jövő hetet. Hát most hét közepe van, amire kimegy ez a videó, a hét vége lesz szerintem. És nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mennyit fogok tudni elolvasni egy hét alatt ebből a kötetből a nemzetközi kihívás során. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom. Jövő héten akkor majd vlogolok nektek végig, és jönnek a videók, vagy videó. Nem tudom még, hogy lesz, de igyekszek mindenképpen minél többet olvasni, és minél több mindent felvenni. Szóval, ha van kedvetek, tartsatok velem, és köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Leteszem ezt a sok könyvet, mert már jó nehéz, és
És igen. Szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek, hamarosan újra jelentkezek, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Hiasz voltam!